Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket. A mai témánk nagyon izgalmas lesz. Arról fogunk nektek beszélni és a saját tapasztalatainkat elmondani, hogy mi van akkor, amikor megtörténik egy válás, vagy megszűnik egy kapcsolat, szakítás, és utána a volt párnál vagy a partnernél egy újabb kapcsolat jelenik meg. Hogy ezt hogy éljük meg, és nagyon izgalmas, különösen, ha még gyermek is van abból a kapcsolatból, és hogy hogy változott ez nálunk, hogy alakult át azzal, hogy az Anami programban részt veszünk, gyakorlunk, és a saját tapasztalatainkat szeretnénk veletek ezzel kapcsolatban megosztani, nem mint szakemberek. Mind a hárman az Anami program oktatói vagyunk. Hogy mi az Anami program, azt megtaláljátok a videó alatt az elérhetőségünket, nézzetek meg bennünket, és én Mária vagyok. Én Andi. Én pedig Fanni. És ki fogja kezdeni? Mondjam? Igen. Jó. Hát az én esetemben válásról beszélünk, és hát ez szerintem már mondjuk sok videóból kiderül, de aki most találkozik először velünk, akkor annak mondom, hogy nekem van egy kisfiam. Ő most nyáron lesz 14. Amikor mi külön mentünk, akkor olyan 10 év körül volt, és hát azóta az én volt férjemnek lett párja. És nyilván voltak olyan időszakok, amikor hol nekem volt valakim, hol neki volt valakie. Mondjuk azok az emberek nem voltak ilyen, tehát ők nem álltak be így tartós kapcsolatként az életünkben. És hát akkor is meg lehetett azt figyelni, hogy ki hogy kezeli ezt az elengedést, meg a megengedést a másiknak, hogy menjen tovább az élete. Tehát én azt gondolom, hogy ez erről is szól, hogy megengedem, hogy az egy dolog, hogy én hozok egy döntést, de az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy megengedem neki, hogy tényleg tovább menjen. És hát ebben is nyilván volt egy folyamat, viszont az meg teljesen más, amikor valaki már úgy konkrétan megjelenik, legalábbis nekem ez egy nagyon más történet volt, mert nekem az a része, hogy őt mint társat tovább engedni, az könnyen ment. Nekem ami nehézség volt az, hogy valaki olyat beengedni, vagy azt a tényt elfogadni, hogy a fiamhoz valakinek kapcsolata lesz. Nekem ez volt nálam itt volt a nyomógomb, nyilván mindenkinél máshol van, tehát, és azért ez nem volt egy könnyű folyamat, és nem ment egyik pillanatról a másikra, és hát volt először feszültség a helyzetben. Én azt gondolom, hogy mindkét oldalon, mert nyilván mindenki alapból szerette volna jól kezelni, de azért ez nagyon sok mindent felhozott. És sok fájdalommal szembesített minket. De hát most nem akarom nagyon hosszúra húzni ezt az egészet. A lényeg az, hogy én nagyon hálás vagyok ennek a helyzetnek, mert egyrészt nagyon sok mindent megmutatott a saját magamból, hogy én hogyan állok nőként a világban. Tehát, hogy én hogyan definiálom magam nőként a világban, és ez a... És hogy ez meg lehet úgy is csinálni, hogy az ember nem helyez maga köré annyi kapaszkodót, és úgy belemenni helyzetekben. És hogyha az ezzel kapcsolatos félelmeimmel szembenézek, és ezekbe beleállok, akkor nekem az a tapasztalás jött, hogy akkor jóval közelebb tudok engedni helyzetet, illetve engedni egy másik embert. És nekem ez volt nagy élmény és nagy tapasztalás, és hál' Istennek én nagyon jó partnert kaptam erre, tehát a volt férjem, tehát a fiam édesapja, inkább így mondom, új társa, egy nagyon csodálatos lény,
Úgyhogy én nekem végeredményben az a tapasztalásom, hogy én így kaptam a helyzettől még egy embert, és én gazdagodtam ezáltal, és nem veszítettem, hanem kaptam, nyertem. És hát mindenképpen így szépen szeretetben alakult át ez az egész helyzet. És? Hogy kérdezhetek? Uh-huh. hogy így nőként érzed azt, hogy valami ebben a helyzetben változott, vagy hogy kaptál valami túl azon, hogy ebből lett valójában egy értékes kapcsolódás, de hogy benned valami úgy átfordult, vagy így ebben a női létedben. Hát, ami most más, mint ezelőtt. Ezek olyan dolgok voltak, hogy inkább éreztem azt, hogy így úgy kicsit úgy globálisan, ugye ebben mennyi fájdalom van egy ilyen helyzetben, hogy otthon, ahogy az ember, tehát ez ott van a régi is, és ott van az új is, és hogy ez kölcsönösen mennyi félelmet tud felhozni, és mennyire sérülékeny az ember ilyenkor, mindkét oldalon. Pont itt a nőiesség kapcsán ez a elég jó vagyok-e, hogy felelek meg, és még sorolhatnánk. Tehát szerintem ezt így mindenki meg tudja érteni, és hogy bele tud érezni, és akkor is, hogyha nem feltétlenül volt ebben a helyzetben. És igazából az volt szép, hogy ebbe mind a ketten beleengedtük magunkat. Tehát mind a ketten azt a döntést hoztuk meg, hogy valahogy nem elzárkózunk, hanem inkább így belecsúszunk a helyzetben. És igazából tényleg úgy lehullottak ezek a gátak teljesen. És nagyon... És igazából azt hozta a helyzet, hogy egyrészt az ember megértette, hogy ez a történet, ez igazából nem... Tehát ami önmagában megvan, az nem tud sérülni. És hogy az ember tényleg egész is. Szerintem ebben mind a ketten nagyon sokat gyógyultunk ebben a témában. És olyan nagyon jól lehullottak ezek a védekezési burkok, állarcok, hogy most már annyira természetes az együttlét. Igen. És ha jól tudom, mindenki gyakorolnálatok. Illetve használja is az eszközöket, és használja az NLP programnak a segítségét. Hát igen, hát egyébként a vicces az, hogy a legaktívabb gyakorló, aki rendszeresen posztolja is az Instagram oldalára, az a Naomi lett. És hát ő vadul gyakorol minden nap. Igen. Ő avval kezdi a napját. Hát a fiúk, ők azért nem akkora vadsággal gyakorolnak. Hát a fiunk, ő az eszközökre megy rá inkább, nem annyira a fizikai sikon éri meg a gyakorlást. Hát a Jerunő pedig, hát nála ez egy ilyen hullámzó, hogy hol gyakorol, hol nem gyakorol. Nagyon régen kezdett el gyakorolni, régen, tehát állandóan itt van és kapcsolatban. Igen, nem, hát nála ezek a gyakorlások ilyen hullámként jelennek meg, de hát ez mindig így volt. De abszolút kapcsolódik. És hogy mindenki tesz azért, hogy minél jobb legyen a kapcsolatot. Persze. Ez tényleg csodálatos, mert hiszem elég ritka is. De talán már lehet, hogy a későbbiekben nem lesz annyira ritka. Igen, meg hát nekem még annyit hozzáfűznék, hogy úgy talán az mutatja leginkább, hogy ez mennyire szívbéli, hogy a húsvétkor együtt volt a család, és az én családomhoz jöttek ők el, és hogy Naomi hozta az egyik barátnőjét is, aki éppen egy nehéz élethelyzetben volt, és hozta, hogy akkor én majd tartsak neki órát, ami meg is történt, és akkor ez azért elég jól példázza, hogy hogyan vagyunk ebben együtt. Hát ez nagyon szép. Igen. Ja. És nálad hogy volt, Andi? No. Hát
A körülmények egy picit hasonlóak, a megélések azok meg mások, ami tök jó, mert hogy látszik, hogy ugyanaz a helyzet így kinek mit hoz, hogy nekünk nagyjából egy idősek a gyerekeink, csak nekem lányom van, egy picit idősebb, mint a te fiad. Uh-huh. És hogy nekem az volt a tapasztalatom, hogy igazából ez a másik emberre, vagy az új kapcsolattal történő kapcsolódás, az nálunk azon múlt, hogy közöttünk mi volt. Az nem egy házasság volt, amiből én kiléptem, hanem egy élettársi viszony, tehát hogy itt igazából egy szakításról beszélünk, és hogy ez amiatt volt egy nehéz, meg hosszú folyamat, mert a gyerek miatt többször megpróbáltuk, mint ahogy egyébként próbálkoztunk volna, hogyha nem lett volna gyerek, és hogy szerintem ez megint csak így sokakat érint, hogy a gyerek az egy olyan kapcsolódás, amikor az ember tényleg így a végsőkig megpróbálja. És nekem az volt a tapasztalatom, hogy amíg ezt nem tettük meg, tehát amíg nem mentünk el a végsőkig, és nem néztük meg mind a ketten azt, hogy még mik azok a kompromisszumok, amik rendben vannak, és mi az, amivel mi már nem vagyunk jól, és nem tudunk vele jól együtt élni, vagy ezekkel jól együtt élni, és addig mentünk szét, addig problémát okoztak ezek az új kapcsolódások, igazából mindenhonnan. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki megjelent, akár csak felszínesen uh-huh. és a másik életébe, akkor az feszültséget okozott. És aztán mi ezt annyiszor csináltuk újra, hogy a végén, így a legvégső, vagy az utolsó szakításnál, mert tényleg ezek olyan szépen leoldódtak ezek a szálak, hogy utána viszont nem volt probléma. Tehát utána olyan simán ment minden, hogy... Természetes volt. Teljesen természetes volt, és még akkor is, amikor az én lányom apukájának volt egy pár kapcsolata a mostani uh-huh. házassága előtt, és hogy ott például volt olyan, amikor az én lányommal nem volt ideális a kapcsolat. Nem volt rossz, tehát hogy ezt nem lehet mondani, uh-huh. csak nem volt ideális, de valahogy még azt is úgy kezeltem, hogy az is így, nem tudom, színesíti, vagy hogy többet kap, még akkor is, hogyha én nem úgy kezeltem volna a helyzeteket, vagy nem értettem egyet vele, úgy voltam vele, hogy lehet, hogy ez nem számít olyan sokat. És mire eljutottunk odáig, hogy az apukájának most van felesége, és hogy igazából az viszont nagyon hasonló, tehát hogy ők nem itt élnek Magyarországon, úgyhogy így viszonylag kevés a kontaktus, de hogy rendszeresen beszélünk egymással, és ő is egy csodálatos lény, tehát hogy én is nagyon, nagyon szerencsés vagyok, és közel állunk egymáshoz. És ami nekem még nagyon fontos, az az, hogy ő és a lányom között egy nagyon, nagyon szép, meg egy ilyen őszinte szeretet van. És hogy ez nekem nagyon, nagyon fontos, és nagyon szép látni. Úgyhogy érdekes, hogy nekem inkább a kapcsolatnak az elengedése, meg az ottani szálak oldódása volt ebben a kulcs, és utána belőlem már más nem hozott elő az új párnak, amelyet, hogy fog, de nem tudom, de hogy eddig nem volt ilyesmi. Úgyhogy velem meg így történt ez. Igen, nagyon szép. És Mária? Hát az én történetem megint más, mind a hárman. Hát ez a jó. Ugyanarról szól, és mégis más a történés. Amikor én elváltam, akkor hát még nem voltam anami programos, nem is ismertem. És igaz, hogy én hoztam meg a döntést, én jöttem el, de mégis rengeteg hara, düh, és igen, féltékenység is volt bennem, és mérges voltam, és háborgott a szívem, és nem volt jó érzés.
akkor a fiam nekem is még kiskorú volt. És hát mi azt a megoldást választottuk annak idején, hogy elzárkózás. Mm-hmm. Tehát úgy éreztük, én is, és a volt férjem is, hogy ez a legnagyobb gyógyír a folyamatra, hogy elzárkózunk. És hát ez nagyon változott, mióta ugye gyakorlok, ez már 9 éve, és ahogy érzem, hogy egyre jobb állapotba kerülök minden szinten, és így a szívem is. És ezek a régi fájdalmak, meg sérülések, meg harag, meg düh, ahogy így kidobódik, feloldódik, begyógyul, úgy természetesen minden emberi kapcsolatom nagyon változik, és ezen belül a párok felé is nagyon megváltozott a hozzáállásom és a viszonyom. És az én részemről már nincs meg ez az elzárkózottság. Tehát mi nem tudtunk így tovább haladni a folyamatban, mint amiről ti beszéltek, hogy megmaradt, vagy gazdagodott a kapcsolat, mert az ő részükről még azért érzem ezt az elzárkózottságot, de el tudom fogadni. És ez egy fantasztikus dolog. És rendben vagy. És rendben vagyok, és amit az elején mondtál, Fanni, hogy meg tudom engedni, hogy megengedem a másiknak, hogy válasszon ő is, élje úgy az életét, ahogy neki tetszik, és ezt én régen nem tudtam. Sőt, nem is annyira régen még ezek nagyon frusztráltak, és dühítettek, és akartam, hogy úgy legyen, ahogy én tartom helyesnek. És ez egy nagyon nagy ajándék és kincs, és nagyon jó ez a megengedés, elengedés. És ezzel kapcsolatban érzem, hogy én is jobban megengedem, tehát magamnak is, meg másoknak is, és nekik is, hogy úgy éljenek. És rendben van, hogyha elzárkózottság van, de ugyanakkor sikerült azt is megtapasztalni, hogy igen, tudunk együtt lenni, meg tudom őket ölelni, tudunk beszélni, hogyha szükség van rá, sőt, tudunk közösen főzni is. Az fontos. Igen. És hát nálam már ugye a gyermek nagy, már nagykorú annyira, hogy már 33 éves, tehát így a gyerek részéről nekünk így már nem szükséges ez a fajta kommunikáció meg kapcsolat, mert mindenki éli a saját életét. De én nagyon boldog vagyok ettől a békétől, elfogadástól, nyugalomtól, ami így a szívembe költözött a régi háborgás után, úgyhogy így hálás vagyok ezért a változásért. És hát az én folyamatom az így zajlott. Hát ez nagyon nagy érték, amikor valaki rendbe kerül így a múltjával, hogy már valahogy az a felület, az úgy szépen kisimul. Igen. Azt szerintem egy óriási kincs. Nagy. És hogy mindig hatással van a jelenre. Tehát hiába hisszük azt, hogyha lezártunk egy fejezetet, és nem nézünk vissza, és elzárkózunk, akkor az valamilyen előbb-utóbb mindannyiunknak fel fog jönni valamilyen formában, hogy hát ott még lenne egy kis dolog. Úgyhogy ez... Vagy ha nem is attól a szereplőtől, vagy helyzettől, de a pofonkúra azért vissza tud térni, hogyha valamit még az ember nem oldott meg. Amíg valamit nem oldunk meg, az visszaköszön. Visszajön a fagyik. Úgyhogy érdemes beleállni, érdemes végigvinni, érdemes ránézni, érdemes megélni a vele kapcsolatos érzéseket. És hát a gyakorlással, ugye én nagyon nagy gyakorlatpárti vagyok, segítenek ezekben a folyamatokban, hogy ezek minél előbb kitisztuljanak, begyógyuljanak, és természetesen nem csak a gyakorlás, hanem meg is tudjuk mutatni, látjátok mindannyian, hordjuk az egyéb anami eszközöket, a kristályokat. Isszuk a vizet, igen, és használunk mindent az anami programból. Hanganyagok. Igen, a hanganyagokat is, és használunk mindent, hogy ez a változás, ez a gyógyulás minél előbb megtörténjen, és tényleg itt a kapcsolataink átfényesedjenek, és szeretetbe forduljanak át, mert tehát egyszerűen csak ennek van értelme, hogy így érdemes működtetni a kapcsolatokat. Igen. Meg nekem még az is eszembe jut, hogy
hogy ez nem megy fájdalmak nélkül. Mm. Tehát, hogy igazából el kell fogadni mindannyiunknak azt, hogy ez csak úgy fog menni, hogyha átmegyünk azokon a nehézségeken, és hogy nem az se, hogy nem toljuk el, hanem hogy beengedjük, meg közelengedjük magunkhoz. És hogy az is, hogy rendben van az, hogy ez nem megy azonnal. Tehát, hogy sokszor azt látom, hogy olyan elvárásokat támasztunk magunk felé, hogy valahol tudjuk fejben, hogy de hát ebben szeretetben kéne jelen lenni ebben a helyzetben, és nekem nem megy, és akkor ez biztos azért van, mert hogy én milyen rossz ember vagyok, és nem tudom megnyitni a szívemet, és hogy senki ne bántsa magát emiatt, mert hogy ezek igenis nagyon, nagyon nehéz dolgok, amikkel ilyenkor szembe kell nézni, meg amikkel ilyenkor keresztül megyünk, de hogy ez az út, és aztán, aztán megszületik. Igen, hát mi is végigmentünk sok fájdalmon, szenvedéssel, most lehet, hogy itt mosolyogva tudunk erről beszélni, de elmögött egy nagyon komoly út van, és itt volt. Igen. Így van, így van. Meg amit mondasz, azt is tudjuk, tehát, hogy ilyenkor nem csak ez van, hogy ebben tényleg van egy szeretet, meg elfogadás, meg megoldottság, hanem ott van az, ami eddig elhozott. Uh-huh. Az a munka is benne van. Persze. És az is értékes nagyon. Így van. Meg, tehát az, amit mondtál most, hogy, tehát, hogy nem kell, hogy az ember magát ostorozza azért, hogy mik merülnek föl benne. Nekem például a helyzet akkor kezdett el úgy simulni, amikor úgy megengedtem magam, tehát én nagyon elvártam magamtól a tisztább minőségeket, és abból mindig az lett, hogy aszerint beleálltam, és akkor annyira túlfeszültem, hogy akkor abból egy csattanás lett a vége, és ezt azért egy darabig így csináltuk, persze így is oldódott, de simulni akkor simult ki, amikor bele tudtam abba állni, hogy nekem ez még nem megy, vagy ki tudtam mondani, és akkor már volt ebben egyfajta ilyen megtörtség, hogy nekem ez fáj, és meg tudtam mutatni a másiknak, és akkor ő is úgy reagált, hogy hát igen, hát ő megérti meg, hogy, és akkor a kommunikáció akkor indult be, és akkor kapott jobban irányt a dolog. És tehát, hogy alapvetően tényleg, amit mondtál, hogy ez tök rendben van. Igen, és hogy ezt a sérülékenységet, ezt is fel kell vállalni, mert ahogy nálad is, hogy igazából akkor kezdett el, tehát amikor ezt így felvállaltad, mert még meg is tudtad mutatni, pont akkor kezdett el jobban átfordulni. Igen, igen, abszolút. Van-e még valami? Nekem még az jön, hogy ugye mi olyan szempontból szerencsések vagyunk, hogy ugye itt dolgozunk, és tehát ugye folyamatosan kapcsolatban vagyunk itt ebben az erőtérrel, az eszközökkel, és hát nálunk azért ugye megvan az, hogy mi úgy tudjuk, hogy éppen mihez érdemes nyúlni. Tehát, hogy most inkább a gyakorlást nyomunk meg, most inkább a hanganyagokat, most több víz, tehát, hogy mi magunknak összepakoljuk, de nekem még az jött fel, hogy erre ugye jó ez az újfajta óratípusunk, a személyes konzultáció, hogy pont azt, annak a keretében pont ezt tudjuk megbeszélni, hogy van egy élethelyzet, vagy van valami, amivel esetleg dolgoznátok, és akkor, hogy ne kelljen ott a döntés előtt állni, hogy most mi is visz, vagy hogyan, vagy milyen adagolásban visz inkább előre, hanem mi akkor így ebben tudunk benneteket segíteni, mert ezt mi nyilván így csináljuk. Kimaxoljuk a helyzeteket, de hogy ti is ki tudjátok. Ezért esetleg ez egy jó lehetőség lehet számotokra. Így van. Jó, hát hogyha szeretnétek jobban érezni magatokat, meg szeretnétek, hogyha begyógyuljanak ezek a régi fájdalmak, sebek, gyertek gyakorolni, és gyertek az Anomé programhoz kapcsolódva, használni az egyéb eszközöket is, és várom benneteket nagyon nagy szeretettel. És nézzétek meg a weboldalt és a honlapot is. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük!